Erről a dalról nekem, bocsáss, hogy arra itt jött, hogy mindig az a Janklovics Péterféle videó ugrik, amikor a Sziget reklámnál áll a falnál, és ott elveszi azt a bizonyos sört, és leesnek a jegyek, hát mindig az, erről a számról mindig az ugrik be nekem. Nekem meg azt tűnt itt föl megint, hogy a rendkívül szimpatikus német fiatalember úgy vonult be, mint egy duzzogi, még véletlenül sem állt volna meg senkinél. Hát én mondom neked, hogy azóta a meccs, óta a Pukkancsú a neve, nem pedig. Ez hihetetlen volt megint, tehát ez... Most ilyen duzzogva fogja lejátszani az egész meccset. Látszik, igen. Igen, mérges. Nagyon mérges. Mindenkire, mindenre. Pedig aztán most a közönség teljesen csöndben volt, amikor semmi fújolás nem felkonferálta őt. Na nézzük akkor lassacskán, még Pikachu ledobja a három nyilát. Meg megteszi ezt Espinel is. Az érdekes statisztika volt, hogy 50% fölött kiszállózott, elvesztette mind a két meccsét. Százas. Most egy kicsit máshogy is dob egyébként, egy ilyen gyorsan legyünk túl rajta típusú sztorinak tűnik. Itt is egy százas. Nem áll meg annyira a dobás előtt, látod? Aha. 140, jó kezd. Abszolút. Most lehet, hogy elszánta magát, hogy bármit fog kapni, bármilyen fújolást, azt ilyen póker arccal végig fogja csinálni a meccset. Azt kellett volna neki akkor is egyébként. És akkor... 83. Most így bajba kerülhet. 180! Előre lement Espinel, de hát ezt megteheti Vitreckó is. 138. Nagyon jó nyomják egyelőre. 3 üres lehet Vitreckónak hátsó, vagy első pályára, hogyha Espinel nem dob 4 köröst. Rá is nézett, hogy mi újság. Nincs meg a tripla. És megnyerheti a kezdését Vitreckó, most meg is van. Most dobja 13 nyilasra kezd. Volt. 134. Jó kezdés Espinelnál. És egy százas hátsó pályáról jön a németnek. Nagyon jól játszik Vitreckó, épp jókor mondtam. Ettől függetlenül valóban így van, most véletlenül becsúszott egy szektorhiba, de az is minimális szektortévesztés volt. Bízunk benne, hogy azt azért nem veszi zokon a német, hogy Espinelnek szurkol a közönség. Ötvenkilenc. 83. Már is lemegy száz alá Vitreckó. Hatvan. Egyelőre nem nagyon megy Espinelnek. Nem bizony, ő is nehezen pörög fel. Egy bant is az elején, és itt meg két dupla. Hú, majdnem sikerült. Viszont megvan Espinel számára az esély, hogy egyenlítsen. Hát így nem.
Egy nyila marad. Kiszáll. Ja, sokkal. Az nagyon mellé, majdnem dupla egy lett. Nem tud kiszállni Espinel. Na most megvan a dupla 9, 2-0. Nagyon jó játszik most a német, így. Igen. Ahogy nézem, kicsit düböl játszik. Igen. Nem lehet jó érzés egyébként két napja ilyen állapotban lenni, az, amióta várt ezt az utolsó összecsapást. 100-as. Százas Espinel. Espinel meg nem tudja magát felpörgetni kellő fokozat, egy fordulatszámra. Jönnek a százas körök. Igen, megint egy 12 nyilas lehet akár, hogyha ezt kidobja a német. Ott az első nyíl jó, az nem jön, marad az 54-en, és akkor 32-t hagy magának Pitreczko. Ez eddig nagyon rendben van. Az ebben bizonyítja, hogy tud ő jól is játszani. Ezt senki nem mondja. És sokkal jobban játszhatott volna, ha saját magával van elfoglalva azon a meccsen. Hopp, egy dupla 12 kell, dupla 6. Nem találja, most olyan gyorsan dob, mintha Ricky Evans meccseit közvetítenénk, úgyhogy a spotter is egy pillanatra megzavarodott. Mi újság? Dobhat majd a duplára mindenképpen Pitreczko, mert nincs visszállón Espinel. Most ért le 40-re. Egy nyila marad megint a duplára így, amit nem is tud megdobni. Kicsit behangosítom, kíváncsi, hogy Márdülék mit mondanak. Na, majd ez sikerült a dupla. Teljesen rezzenéstelen arccal. Semmiféle érzelem, inkább egy ilyen... Amikor itt volt Pitreczko Magyarországon, ti úgy találkoztatok vele, hogy mondjuk nem verseny kapcsán, hanem akár szállodába, akár itt, akár ott, hogy egyáltalán milyen fickó, tehát ilyen ki vagyok én típus ott is, vagy az életben? Én nem találkoztam úgy vele egyébként, csak a versenyhelyszínen. Ott amúgy is én nagyon-nagyon ritkán, amikor mi rendezzük a versenyt, én nagyon ritkán csak akkor megyek föl a játékos zónába, hogyha valami dolgom van ott, már pedig elég ritkán szokott lenni szerencsére. Egyszer volt egyébként, amikor fölhívtak a PDC-s biztonsági őrök, mert bekeveredett valaki olyas, valaki, akinek nem kellett volna. Azt én gyorsan elrendeztem, de egyébként nem nagyon szoktam följárkálni, és főleg nem beszélgetni a játékosokkal, mert ilyenkor nem is szabad senkinek. Csak azokkal beszélgethetnek, vagy beszélgetnek, akikkel ők kezdeményeznek valamit. Egyébként én megmondom őszintén, hogy én eddig, ahol őt láttam, mind játszani, mind pedig ugye így emberként is, meg amilyen tapasztalatot hallottam vele kapcsolatban, ő alapvetően nem ilyennek tűnt. Ezt most nagyon rosszul viseli, de ezt tegyük hozzá, és akkor megvárom gyorsan Espinel kiszállóját. Nem dobja be. Tegyük hozzá még egyszer, hogy Magyarországon volt először, amikor nem Németországon versenyzett színpadon. Tehát ez neki egy teljesen új környezet volt, hogy nem
mögött áll a közönség, nem ő neki szurkol. Ráadásul nálunk meg volt az a pechje, hogy magyarral játszott. Tehát hogyha esetleg úgy jött volna a sorsolás, hogy nem magyarral játszik, akkor lehet, hogy egészen más történet lett volna belőle, közben Espinal megoldja és egyenlít, mint ahogy utána meg is nyerte a European Tourt Németország. Tehát látszik, hogy ő nála nagyon sokat számít, és nagyon sokat dob a játékán a közeg, amiben játszik, és ezt most nagyon, ezt meg kell tanulnia kezelni, mert ebből így, hogy most itt ideál, és itt hisztisen dobágat, és lesz, ami lesz alapon, sértődött fejjel, szinte düböl, már én magam sem tudom eldönteni, hogy most éppen hisztizik, vagy éppen idegbajos módjára viselkedik, mert látszik, hogy mintha fel akarna robbanni a düböl. Tényleg ilyen sértődő. Kitépi a nyilat a táblából, etc. Baromi gyorsan dob. Igen, ahhoz képest, ahogy szokott, borzasztó gyorsan dob, olyan, mintha nem is ugyanazt az embert látnánk. Na most, nézd meg. Na jó, megy neki így, 180. Látod, hogy kitépkedi meg. Igen. Szóval igazán nem ilyennek ismertem meg így abból, amit láttam tőle, de mondom még egyszer, ez a második olyan versenye, ahol nem hazai közegben játszik, és úgy látszik, hogy ez neki nagyon nem megy még. Fiatal, majd megtanulja. Erre nem tudok már mást mondani, hogy tudod, ahogy szokták mondani a bölcsek, ebből majd tanul. Ez is egyébként Janklovics Peti. Tehát elnézést, hogy ennyit idézgetek tőle, de imádom. Hoppa. Nincs meg még. Na, hát köszönöm, Nándi, jaj, de jó, hogy hallgatsz minket, és rám írtál, Major Nándi, ő játszott vele, ugye? Igen. Ő azt írja, hogy a backstage-ben nagyon jó fej volt a srác, tök jól elbeszélgettünk, viccelődtünk, viszont már ott fent azt mondta, hogy nagyon fél a közönségtől. Jé. Tehát, hát ezt köszönjük szépen, hogy ezt megírtad. Nándi, hogy ezt megírtad, mert ez ugye egy olyan info volt, amit én még eddig nem tudtam, mert erről nem beszélgettünk. De ez tök jól mondani, tehát magyarul volt benne egy ilyen tartás, és meg is égette magát ezzel. Csak hát én az a baj, hogy ezt meg kell tanulnia kezelni, mert különben olyan közutálat tárgya lesz, mint Price, és azt még nem fogja bírni idegekkel. Price-nak egészen más a mentalitás. Ő pont, már elnézést mondom, hogy pont letolja magasról, hogy ki mennyit fújjon, sőt, spanolja. Ő rajta látszik, hogy borzasztan nem. Hát ő neki pont, hogy az ellenkezője, borzasztóan visszaesik a játéka, a koncentráció, meg aztán lesz belőle egy ilyen hát hiszti, vagy nem tudom, minek mondjam ezt. 180! Egy 100 jön. Közel került nagyon Espinel az egyenlítéshez. 89. Ő 120-ra megy le, két nyila lesz duplára Espinelnek. Megvan a 16-os. Ahhoz nagyon, igen, érdekes, mert beljebb ment a duplára dobott nyila, mint a kerekítő. Ez ugye elég ritka, dupla 8. Újra hozzáállhat a duplához. Nem dobja be. El, ugye 120-ról Pietrecko. Ez nem annyira megoldhatatlan, csak kell hozzá a tripla 20. Ráment a három duplára. Ez vagány volt azért. Az első nyila, de azért belülről fogta, hogy ne legyen az, hogy nulla pont legyen. És besokkal Espinal, elképesztő. Belevágni se tudta a nyilat a tábla, mert kipattant a drótról. Dupla 10, dupla 5. Elrontja. Húha, na most ennek nagyon örül a közönség, ez milyen hatást. Igen, amikor már a célzott dobásokat kell adni, akkor nem jön jól, hogyha valaki ilyen flagmán játszik. Sokkal jobban, ugye a motorikus mozgásnál, amikor a tömegre mész és egy helyre dobálsz, akkor ott azért el lehet evickélni ezzel a hozzáállással, de a kiszállónál már azért nem olyan jó dolog ez. De komoly gondjai vannak Espinelnek. Szerintem őt is egy kicsit ez egyébként zavarja, tán az is, hogy mi zajlik körülötte. Nem dobja be. Ez a dobások nem jönnek, mondom, most itt teljesen elvesztette a fonalat. Na, meg lesz-e végre Espinelnek.
68. Megvan, 3-3. 23 nyilasra sikerült Espinának ezt behúznia. Közben egyébként Székely Palitól is kaptam egy rövid írást, hogy a budapesti EB-n 2018-ban német csapat tagja volt Pitreczko. Egy nagyon barátságos ember benyomását keltette, játszottak is a magyarok ellenük. Sőt, nyertek a magyarok, és nem volt semmi gond a sráccal, úgyhogy mondom, ez abszolút... De akkor ezek nem mindig ilyen. Nem, hát egyértelműen ez a közeg. Ez, mondom, ez neki teljesen új, nagyon új élményeket, ingereket kapott ezzel kapcsolatban. Nem is túl pozitívakat, de hát azért tett rá egy lapáttal, hogy ez így is történjen. Ezt neki tudnia kellett, és főleg, hogy, amit Nándi írt, hogy tudta, hogy egy magyarral fog játszani, magyar közönség előtt, tartott tőle, és természetesen be is vonzotta a problémát ezáltal. Csak ebben az az érdekes, Lajos, és a... A ide gyönyörű szólásokkal kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen az a probléma, hogy aki játszott ellene, vagy aki valamilyen kapcsolatban van, játékon kívül találkozott vele, igen, és a többi, neki más a véleménye, de aki ott ül, az azt gondolja, hogy az a fickó ez mindig ilyen. Igen, igen. Azért mondom, hogy nem jó képet alakít ki magáról, mert ha ő nem ilyen, akkor ez egy álca, vagy egy állarc most, ami rajta van. De hát ez is ő, tehát innentől kezdve mindenki dönts el, hogy mi újság, hogy ez mennyire jön be, vagy mennyire nem. Minden esetre az elvitathatatlan, hogy egyéniség. Hát én mondjuk nem nagyon ismerem a Pokémonos sztorikat, úgyhogy nem tudom, hogy Pikachu, vagy valaki ménkű pocognak, vagy minek írta itt a két napja. Is, hogy Pikachu, valami olyasmi sztori, hogy ő mit csinált, és hogy milyen... Száz jó, az a fogalmam nincs. Ilyen figura. Tudom, hogy volt Pikachu. Hát... Lehet, hogy ő is be tud így durcázni, nem tudom. Ki tudja. Aládobja a negyediket, Espinel. 180-ra dob egy 60-at. Százos. Könnyen eljuthatunk döntőlegig. Különösen így, hogy megvan a 17-esben a tripla. Meg még egy tripla 20-at is hozzátesz. Így aztán rögtön 130-ra leteszi magát. De megdobja 140-et Pitreczko, de ezzel még mindig nincs kiszállón, ugye? Pipa, Espinel, ez nem úgy jött, ahogy 50. Szerette volna, 50. Na, és ha döntőleg lesz, az Pitreczkónak lehet kedvező, ha lesz, és lesz. Ez bizony. És egyébként egy nagyon jó kis kérdést vett föl Csallai Tomi, hogy mit fog csinálni az Ellipellibe? Ott is ilyen kis dühösen fog játszani majd, vagy? Most megmondom őszintén, gyorsan ránézek, hogy a Players Championship-en fogjuk-e látni. Akkor már esetleg van esélyre, hogy látunk némi változást, hogy ez elmúlik nála ez a sztori. Biztos vagyok benne, hogy erről azért el kell beszélgetnie. Mert ez így nem... Hosszú távon biztos nem jól működik majd, na, az a lényeg. A profi játékosnak el kell tudnia viselni a közönséget. Sajnos azt kell, hogy mondjam, ez minden sportágban így szokott lenni. Persze... Hát ez olyan, mint a játékvezető korlát... azért, mert elküldik az anyukájába, nem mehet ki. Jó, de várja, mert az ott egy alapfelszerelés. Várja, az már, mert ott az alap, tudod? Ott azért nem. 180! Na. Hoppá! Most komoly ugrás volt a kiszálló. Komolyan vált Espinelnek a helyzet. Bizony, bizony. 100. És egyébként ott lesz a Finals-ben, mert 23. helyen van a Players Championship rang. Ó, oda néz! De gyönyörű! Azt a minden, milyen kiszálló lett volna. És nincs kiszálló Espinel, tehát
minden esélye megvan Pitreckónak, hogy megnyeri az első mérkőzését. 12 nyilas lehetett volna, ez bedobja. Egyébként 89-es átlagon Espinal meg 22%-os szállóval 83 pontos átlagon. Na most kapja. Most bedobja! Nem, azt hittem, hogy megint a füleit mutogatja majd a közönség. Nem, ezt meg, most nem. Szerintem sikerült elhatározni, hogy ezt nem csinálja. Hát ott nem reagál semmit. Semmire, de... Igen. Hát ezt így azért nem lehet hosszú távon játszani, tehát az, hogy dűből, haragból, sértődöttségből... Biztos, hogy nem. Na mindegy. Így van, ő dolga, de mindesetre szimpatikusabb nem lett. Egy fokkal így, sem. Így van. Egy pár mondat esetleg még. Mert hogy Frangerben Klermacher mérkőzési jön. Martin Klermacher up for you this evening. You've won all three meetings with him. It's going to be a bit of an emotional night for him. Confident you can make it four from four? Of course, I have to. Érzelme kell, mert neki egyet, hogy neki nincs veszteni valója, úgyhogy mindenképpen neki oda kell koncentrálni a meccsre, hozni magát, úgyhogy na, rövid szünet, és jövünk vissza ezzel a találkozóval.